Egy kis művészet. A Festő műterme című kép Gustave Courbet festészetről alkotott elképzelését mutatja be. Ő a realista festészet legjelesebb képviselője. A Festő műterme. Mikor meglátjuk a képet, az első kérdés, ami eszünkbe ötlik, hogyan tudott Courbet ennyi ember mellett dolgozni? Az igazság az, hogy a festmény címe ellenére nem a festő egy munkanapját jeleníti meg, de akkor vajon mit ábrázolhat? A kép teljes címe a Festő műterme valós allegória, mely összefoglalja a művészi életem 7 évét, ad némi támpontot, hogy megértsük a jelentését, de még így sem értjük meg egészen, mert ami világosnak tűnik, egyáltalán nem az. Elemezzük a művet részenként. A kép közepén Courbet egy széken ülve fest egy hatalmas vászonra. A lefestett táj Ornán környékére, a festő szülőföldjére emlékeztet. A festmény fényei ellentétben állnak a műterem viszonylagos sötétségével. Megfigyelhetjük a fákat, a folyót, a vízesést, valamint egy házat vagy malmot, amit még javítgat. A mezítelen női figura egy modell, ugyanakkor az igazság szimbóluma is. Szoros összefüggésben áll a festménnyel, a fehér anyag, amit a melléhez szorít, és ami a földre hull, a vízre utal. Enyhén előre billenő feje pedig a fák hajlásával párhuzamos. Tökéletes ellentétben áll a jobboldali bábú sablonos pózolásával. Ez az akadémikus művészet sajátja, amit Courbet megtagadott. Egy parasztgyerek nekünk háttal egy fehér macska mellett nézi a képet. Röntgensugaras analízissel kimutatták, hogy őt utólag festette a képre a művész. Ez az alapelvek kinyilatkoztatása. Courbet az őszinte előítélet nélküli gyermeki tekintetet kedvelte, nem pedig a művelt hozzáértők véleményét. A kép jobb oldalán egy csoport áll, amelyet Courbet úgy említ egy levelében, mint barátok, munkások és a művészvilág rajongói. A háttérben Bruyat, Courbet mecénását látjuk, és Proudhont, az anarchizmus egyik atyát. Az ülő férfi Jean Fleury a regényíró, az irodalmi realizmus megteremtője, az ablak mellett pedig egy szerelmes pár látható. Az előtérben egy másik elegánsan öltözött pár nézi a festményt. Mögöttük a nagy francia költő Baudelaire olvas egy könyvet, miközben egy fekete nő nézegeti magát a tükörben. A földön elnyúlva egy kisgyerek rajzol egy papírra, minden szabályszerűséget és formát nélkülözve, ahogyan Courbet javasolta. A kép másik oldala a festő szavaival élve a másik világot, a közönséges élet, az egyszerű nép, a nyomor, a szegénység, a gazdagság, a kizsákmányoltak, a halálból élők világát mutatja be. Ők a vesztesek, akik olyan személyekben öltenek testet, mint a zsidó, a vadász kutyáival, a textilkereskedő, a bohóc, a pompázatos temetések szervezője, vagy az írnő, aki gyermekét szoptatja. Egy bábú is feltűnik, amiről már korábban elmondtuk, hogy a modellel ellentétesen viselkedik, és, meglepetés, egy koponya is feltűnik. Ez sem annyira meglepő. Először is a temetésszervező mellett tűnik föl, és mint mondtuk, ezen az oldalon a halálból élők szerepelnek. Mi szimbolizálhatná ezt jobban, mint a koponya? A földön egy gitár, egy széles karimájú kalap, egy köpeny és egy tőr. Mindezek leginkább a romantika tárgyai, újabb irányzat, amivel Courbet szemben állt. Courbet szerint a romantikusok eltúlozva fejezték ki érzelmeiket, ezért nem voltak hűek a valósághoz. Ez a festmény tehát nem a műtermet mutatja be, hanem a festő motivációit és alapelveit, amelyek az elmúlt 7 évben jellemezték. Köszönet Courbet-nek a művészi ecsetvonásokért. Ne feledjék, a festő műterme várja önöket a Párizsi Orszé Múzeumban. Közreműködött Anna Vilella, magyar hangja Szőke Viktória. Magyar szöveg Fán Sarolta. Szerkesztő Váradi Kalmár Zsuzsanna. A magyar változat a Duna Televízió megbízásából a Z-Videó stúdióban készült.